26. alkalommal szervezték meg a testvértábort Agárdon, amely azért indult el, hogy olyan testvérpárokat egyesítsen, akiket a sors különös akaratából az élet más-más településre, intézménybe sodort. A gyermekek többsége már sokadik alkalommal vesz részt a táborba, ahogy mondják, egész évben várják, hogy együtt tölthessenek egy feledhetetlen hetet. Laci sokadik alkalommal van a táborban, mint mondja, rengeteg barátja van itt. Én már nagyon sokat voltam már itt. Hát meg jó barátok vannak itt, jót lehet focizni, ennyi. De valaki első alkalommal van a tábor falai között. Most vagyok először ebbe a táborba, és azért szeretek itt lenni, már itt nagyon jó. A Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület szervezésében megvalósuló táborban a gyermekek 4-től 14 éves korig Bodajkról, Isztiméről, Pázmándról, Polgárdiból, Seregélyesről, Ősiből, Velencéről és Székesfehérvárról érkeztek. A gyerekek színes foglalkozásokon vehetnek részt, mint például az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vonós négyesének interaktív előadása, a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól Magosi Attila önvédelmi bemutatója, vagy sárkányhajózás. Mint ahogy az egyesület elnöke elmondta, a gyerekekkel sokat kell foglalkozni. Vannak olyan gyerekek, akit egy idő után külön kell szedni, mert úgy utálják egymást, és kérik nem sok, és valaki meg annyira sűve-főve, hogy utána nagyon szomorú, hogy külön válnak. A nem szeretem az abból adódik, hogy egymást okolják legtöbbször azért, hogy miért emelték ki a családból őket. És hát erről azért, ha kiderül, azért szoktunk beszélgetni. A tábor szombat délben ér véget, a gyerekek pedig egy igazán élménydús hetet tudhatnak majd a hátuk mögött.